Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Kedves gyerekek, örömmel köszöntelek benneteket. Itt vagyunk újra. Most egy fiúról fogok beszélni, aki gazdag szülőknek a gyereke volt. Egyszer elment sétálni, és látta, hogy egy fa alatt ott ül Jézus, és a gyerekek szorosan ott vannak vele, van, amelyik gyereket az ölébe vette, és megáldotta, és csodálkozott rajta, hogy Jézusban ekkora szeretet van, és úgy gondolta, hogy majd őnek is sikerül a közelébe férkőzni, és hogy majd ő is kap áldást, hogy ő felé is közöl szeretetet, és hogy majd milyen boldog fog ő lenni. Az Úr biztosan őt is szereti. És hogy hát ez a fiú szeretett a templomba járni egyébként, elég gyakran járt is a templomba, és ott sok jót tanult. Például ilyeneket tanult, hogy tiszteld apádat és anyádat. Szeresd apádat, anyádat, aki annyit fáradozik, érted, törődik veled, felnevel. Hát sok mindent tanult, és ez egy nagyon udvarias fiú volt, és hát őnek ilyen neveltetése volt, hogy ő nagyon jól is érezte magát, ugye elkényeztették, jól érezte magát otthon, voltak játszótársai, voltak barátjai, és hogy mégis ez a fiatal ember ilyeneket forgatott az agyába, hogy mi lesz ő vele, hogyha majd megnő, hogyha nagy lesz, és hogy ha megöregszik, és ha meghal, hogy akkor ő hova fog jutni? Mert hát tudjátok, hogy csak két hely van, az egyik a pokol, a másik pedig Isten országa. És ő illedelmes fiú volt, de azért hát az Úr Jézus hibát talált ő benne is. Azt kérdezte tehát Jézustól, hogy ha eljön az én halálom órája, és hogyha meghalok, hogy akkor mi lesz én velem? Jézus, beszélj nekem erről, hogy mi lesz én velem. Mert nem szeretnék a pokolba kerülni. Ó, akik a pokolba kerülnek, ott csupa rosszak vannak. Égő lángok között az ítélet tüzében vannak, mert rosszak voltak, szeretetlenek voltak, szófogadatlanok voltak, gyűlölködtek, verekedtek, és félt attól, hogy ő is oda fog kerülni, de szerette volna tudni, hogy kerülhet ő Isten országába, ha meghal. Egyáltalán, hogy elég-e az, ami neki van, hogy valamit tenni kell neki még, hogy ő oda bejusson. Jézus, amikor hallotta ezt a fiút, megkedvelte. Ránézett, hogy hát ez a fiú, hát ilyen komoly dolgok érdeklik őt, hogy van mennyország, meg van kárhozat, hogy van Isten országa, és hogy van pokol, és hogy az egy olyan hely, amit mindenkinek kerülni kell, nektek is,
nektek is kerülni kell, nekünk az Isten országába kell igyekezni, ahol Isten szeretete vár minket. A pokolba csak azok kerülnek, akik hátat fordítanak Jézus Krisztusnak, és azt mondják, hogy nem érdekel, hogy mit mondasz. Nem érdekelnek a tanításaid. Én úgy akarok élni, ahogy szeretnék. És akkor Jézus beszélt ebben a fiúval a 10 parancsolatról. Tudjátok, lehet, hogy már ti is tanultátok a 10 parancsolatot, ami így kezdődik, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, aki kiosztalak téged a szolgálat házából. És sorba jönnek a további parancsolatok, és itt Jézus erről kezd beszélni ennek a fiúnak, hogy van 10 parancsolat, és nagy érdeklődéssel hallgatta a Jézus szavát, az arca felragyogott, és csípőre tette a kezét, amikor Jézus felsorolta neki a 10 parancsolatot, csípőre tette a kezét. Ó, hát jó, mester! Én ezeket a parancsolatokat, hát én ezt betéve tudom, ha álmomba felébresztenének, akkor is tudnám, hogy melyik az a második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, tizedik parancsolat. Én tudom, én mindent tudok, én jól nevelt gyerek vagy, én megtanultam. Hát persze, nem mindig sikerül jónak lenni, de hát, megpróbálja az ember. Mester, én jó vagyok, és akkor ennyi elég az üdvösséghez, hogy néha szót fogadok, hogy néha ezt meg azt csinálom, illetve ezt se vagy azt se csinálom, ami rossz, hogy ez elég, elég ahhoz, hogy én bekerüljek a mennyországba? Jézus odaállt emelő a fiú mellé, és azt mondta neki, hogy figyelj csak, fiam, nézd csak oda. Ja, hát igen, ott én lakok, ott laknak távolabb a szüleim, azok a juhok, a mi juhaink. Van köztük egy fekete bárány is. Igen, azok, ó, hát én ezeket semennyi kincsért nem adnám oda. Senkit nem hívnák meg vendégségre, hogy én majd levágok egy juhot, és meghívom a szegényeket, hogy egyenek, igyanak, mert hát nincs semmiük. Ó, na és mit akarsz ezzel mondani nekem, Uram, hogy el ne bízd már magad, fiam, mert te igaz, hogy nem lopsz, igaz, hogy te már azon a szinten vagy, hogy te nem hazudsz, de te nagyon-nagyon szereted a pénzt, szereted, hogyha a zsebed tele van drachmával, pénzzel. Örülsz akkor, hogyha sok pénzed van, és akkor tudsz venni fagyit meg, csokit meg még rábeszéled a szüleidet, még okostelefont is vesznek neked. Na, te nagyon szereted, fiam, a pénzt, te rabja vagy a pénznek, és te egy fösvény fiú vagy. Hú! Lesütötte a fejét ez a fiú, hogy Jézus ilyet mond róla, hogy ő fösvény, hogy ő, hát ő nem fösvény. Néha a cukorjának a felét megossza a szomszéd gyerekkel. Ő igazán nem fösvény, hogy szereti a pénzt. Hát persze minden gyerek örül, hogyha kap zseppénzt, és az én szüleim,
az én szüleim mindig adnak nekem zseppénzt, és veszek magamnak azt, amit akarok. Jézus rámutatott arra, amikor a fiúval beszélt, hogy ő, az ő szíve nagyon oda kötődik a gazdagsághoz. És azt mondta neki Jézus, hogy te, ugye, nagyon szereted ezeket a juhokat, kecskéket, meg minden állatot, ez a mindened. És hogy mi lenne akkor, képes volnál-e te arra, kisfiam, képes volnál-e te arra, hogy ezeket a juhokat elajándékozd, eladnád a házadat, meg a földedet, meg a kapát, a kaszát, mindent, és hogy ami pénzt kapnál, hogy azt kiosztanád a szegényeknek, hogy képes volnál erre. Mert én azt mondom neked, hogy aki kész megosztani, amilyen van másokkal, hogy az a mennyben kincseket nyer, hatalmas nagy kincseket, ilyen nagy kincs az örök élet, az üdvösség, a bűnbocsánat, és hogy a fiú összeráncolta a homlokát, Jézus ilyeneket mondott, hogy ő, hát ki tenne ilyet itt a környéken, hogy ezeknek a nyomorult szegényeknek adjon egy darab kenyeret is. És Jézus ilyesmit várt tőle, hogy ő koldus szegény legyen, hogy ne legyen a zsebébe pénz. És nagyon szomorú lett. A fiú nagyon szomorú lett. És kotorászott a zsebében, és előhúzott egy nagy zsebkendőt, azzal törölgette a szemét, hullottak a könnyei, patakzottak a könnyei, folyt az orra is, törölgette be a nagy zsebkendővel, és elkezdett zokogni. Hátat fordított az Úr Jézus Krisztusnak. Nem akarok ilyet tenni, amit te mondtál, Jézus. Nem, szó sincs róla. Én nem vagyok hajlandó erre. És az a kérdésem, gyerekek, hogy mi mennyivel vagyunk különbek, mint ez a gazdag ifjú? Mi tudunk segíteni a másik gyereknek, hogyha látod, hogy nem tud úgy tanulni, vagy nem érti, amit a tanító bácsi vagy a tanár mond, nem érti, te pedig érted, és segítesz neki, vagy hogyha látod, hogy valaki bajban van, akkor odaállsz mellé. Tudsz-e örülni, hogyha másnak valami sikere van, vagy pedig irigy vagy, és lerontod annak az örömét, hogy annak se legyen öröme. Milyen fiú vagy te? Milyen kislány vagy te? Tudsz-e szeretni? Tudod-e te az Úr Jézus Krisztus szeretni? És Jézus Krisztusért képes volnál-e sok mindenről lemondani? Aki hisz az Úr Jézus Krisztusba, az szereti is őt, és szereti is az embereket, szereti a pajtársait, a gyerektársait, és szereti a szüleit, szereti a nagyszüleit, az embereket, hogy szófogadó. Jézus Krisztusban mi egy hatalmas kincset találunk meg. Jézus Krisztusról tudjátok, hogy ő az Isten fia. És ő egy nagyon nagy gazdagságból jött a mennyből, és szegény lett. Ő mindent ott hagyott azért, hogy segítsen nekünk, hogy megmentsen minket, nehogy te vagy az a kislány, aki most figyelsz, hogy a pokorra kerülj, mert rossz vagy,
mert szófogadatlan vagy, mert csúnyán viselkedsz. Jézus azt akarja, hogy neked tiszta legyen a szíved, és ne fekete szíved legyen, hogy ne egy hazudozós gyerek legyél, hanem egy szerető szívű gyerek legyél. És aki hisz a Jézus Krisztusban, hogy az megváltozik, annak a szívébe beköltözik az Úr Jézus, és elárasztja a szeretettével őt. Akarod-e Jézust követni, vagy te is dobbantasz egy a lábaddal, mint a gazdag fiú, és azt mondod, hogy nem érdekel engem, amit Jézus mond, hanem én megyek és veszek magamnak egy fagyit, és mit érdekel engem Jézus? Milyen jó volna, ha mi különbek lennénk ennél a fiúnál, ennél az önző fiúnál. Az Úr áldjon meg benneteket, és keressük együtt az Úr Jézus Krisztust.